Mezőgazdasági fórumot tartottak Dombóváron, ahol az egyik legfontosabb téma az agrárkörnyezetgazdálkodás volt, mely egy speciális gazdálkodási forma, amit sok termelő alkalmaz a térségben, emelte ki Naszvadi Endre, a dombóvári gazdakör elnöke. Most kell majd a következő 5 éves ciklusra benyújtani a pályázatokat, október 15 és november 15 között. Azért gondoltuk, hogy a szeptemberi hónap végén szükséges a gazdákat minél jobban tájékoztatni, hogy teljesen képben legyenek, hogy mit is vállalnak. A fórumra meghívást kaptak a dombóvári vállalkozók is, akik nemrégiben alapítottak egy egyesületet, mondta el Pintér Szilárd, a várospolgármestere. Amikor megpróbáltam új alapra helyezni a vállalkozóság a civilekkel a kapcsolatot, első hívószóra 2020-ban úgy döntöttek a dombóvári vállalkozások, hogy alapítanak egy vállalkozó egyesületet. Sajnos ez az egyesület sem tudott eddig nyilvánosan működni, hiszen a pandémiáknak nem adott lehetőséget. Örülök, hogy ez a mai nap létrejöhetett. Nagy elvárásokkal vagyok a mai nap a kapcsolatban, és hiszem, hogy a járványügyi helyzet engedi, ennek lesz folytatása. A Dombóvári Vállalkozók Egyesületének megalapítását Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője fontos dolognak tartja. Dombóvár városban működő vállalkozóknak teremtsen egy újabb lehetőséget, akár pályázati lehetőséget, akár pedig információs lehetőséget. Tudjuk azt, hogy az itteni vállalkozók nagyon sokat segítettek már előzőleg is azért, hogy a gazdasági élet pozitív irányban alakuljon Dombóváron, illetve a térségben. A Dombóvári Agrárfórumon a gazdák és a vállalkozók tájékozódhattak az aktuális pályázati forrásokról, amelyek bővített formájuknak köszönhetően nem csak az agráriumra korlátozódnak.